Bővít a japán cég. Saját erőből mintegy 200 millió forintból fejleszti telephelyét a Mátészalkán működő Hoya szemüveglencse gyártó Magyarország ZRT. Új idősek otthona Nyíregyházán. Az átmeneti gondozóházba elsősorban azokat várják majd, akik várólistások egy másik bentlakásos intézménynél. Fontos határidő. Idén március 20-áig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványok betétlapjait. A megyében élő 42 ezer őstermelőből már csak 2000-en nem teljesítették kötelezettségüket. Saját erőből mintegy 200 millió forintból fejleszti telephelyét a Mátészalkán működő Hoya szemüveglencse gyártó Magyarország ZRT. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A japán tulajdonú cég leányvállalata egy 1200 négyzetméteres kétszintes épületet épít, amelyben raktárak, szociális helyiségek, valamint irodák kapnak majd helyet. A fejlesztéssel elsősorban a több mint 1000 dolgozójának szeretne a társaság jobb munkafeltételeket biztosítani. Ebben a kamrában égetik rá a félkész lencsék felületére a speciális rétegeket a szatmári kisváros üzemében. A gyár havi szinten 500 ezer darab műanyag és üvegszemüveg lencsét gyárt és értékesít, így a Hoya mátészalkai leányvállalata fontos szereplője a globális üveglencse piacnak. A gyárat az elmúlt 10 évben részben saját erőből, részben állami támogatásból folyamatosan fejlesztette a japán tulajdonos. A következő beruházás nem annyira a termelést, inkább a dolgozói igényeket szolgálná ki. A fejlesztés a tervek szerint idén elkezdődik. Építenénk egy kétszintes, 1200 négyzetméteres épületet, amelyben részben raktározási tevékenységet folytatnánk, de itt elsősorban szociális helyiségeket, illetve irodákat alakítanánk ki. Úgy ítéljük meg, hogy ma már a megfelelő munkaerő megszerzésének az is feltétele, hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk a munkavégzés során. És itt egy 200 milliós, közel 200 milliós beruházásról beszélünk, ami részben a épület arculatát is, tehát a társaság arculatát is pozitívan fogja befolyásolni. A Hoya a világ harmadik legnagyobb szemüveglencse gyártó multinacionális vállalata, amely 1999-ben vásárolta meg az addig itt működő Buchmann MOM csoportot. 2012-ben több mint 2 milliárd forintos beruházással építették meg a mátészalkai speciális RX labort, így onnantól különleges minőségű műanyag szemüveglencsékkel látják el az európai piacot. A fejlesztéseknek köszönhetően a gyár dolgozói létszáma a termelés elindítása óta megötszöröződött. Akkor 250 fő volt, 2,5 milliárdos árbevétellel. Most 1050 fő fölötti létszámról beszélünk, tehát megötszöröződött a létszám szinte, és árbevételünk is ugyanúgy 14 milliárd forint körül érték, tehát kisebb bővülés várható még, de azért ekkora mértékről már nem tudunk beszélni. Az itt gyártott szemüveglencséket szinte egész Európában értékesíti a társasága. A magyar piacon 50% feletti részesedése van a japán multicégnek. Március 1-től nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Ingyenes lesz továbbá a családi név korrekciójára irányuló eljárás, valamint egyszerűsödik a családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés is. Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik például KFT-t, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Mindez a lakosságnak 400 milliós, míg a vállalkozásoknak további 1 milliárd forintos megtakarítást jelent, mondta el televíziónknak Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. És ismétlődik a bürokrácia, illetve a rezsicsökkentése, hogy ez egy 2 éves feladat, és most március 1-től megint csatlakozott a döntéshozó abban az irányban, hogy milyen illetékek szűnnek meg, vagy csökkennek. Ugye ez azért is fontos, mert ennek következtében itt a mindennapokban egyszerűsödnek az eljárások, és csökkennek azok a költségek, amelyek a közigazgatást jellemezték. Nagyon fontosnak ítélem, és talán a mindennapokban meghatározó a telekalakítás, amely minden szemét érint, az anyakönyvi kivonat, illetve a 65 év felettiek ingyen egyenesen kérhetnek most már gyakorlatilag útlevelet maguknak, sőt, ami a jogi személyeket érinti, ott pedig a cég alakításnál lesz egy nagyon fontos változás, itt szűnik meg az illeték.
Új idősek otthonát adtak át Nyíregyházán. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség átmeneti gondozóházába elsősorban azokat várják majd, akik várólistán sok egy másik bentlakásos intézménynél, vagy a kórházból kikerülve elhelyezésük még nem biztosított. A hiánypótló gondozóházban akár 2 évig is lehetnek az időskorúak. Szolnok, Budaörs, Békés Csaba és Hetefehércse után Nyíregyházán adták át a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség legújabb gondozó otthonát. Az intézmény 16 férőhelyes, itt az idős gondozásban sokszor elengedhetetlen kerekesszékek és betegszoba is rendelkezésre áll. Átmeneti jelleggel fog megnyitni az intézmény, megnyílni 16 fővel. Ez azt jelenti, hogy akik átmenetileg kerültek olyan élethelyzetbe, hogy nem tudja a család megoldani a hozzátartozónak az elhelyezését, kórházból kikerül, és ápolni kell, ápolásra szorul, akkor akár 1 hét, 1 hónap, 2 hónap, vagy 1 évig is itt lehet, illetve meghosszabbítva 2 évig itt lehet közöttünk. Vagy azok, akik várólistán vannak egy tartós bentlakásos intézményben, szintén itt 2 évet eltölthetnek velünk. Az átadó ünnepségen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője hirdetett igét. Iványi Gábor kiemelte, Nyíregyházán ez az első idősekkel foglalkozó intézményük. Egy régi álom volt, hogy itt egy intézményt hozzunk létre. Nem olyan nagy, de bővíthető intézmény. Eddig ennyire futott a anyagi és egyéb lehetőségeinkből is, de az épület fenti részén, ha egy liftet sikerül majd beépítenünk, akkor további férőhelyeket nyerhetünk, és a régi parókiát is az idős ellátásnak szeretnénk átadni, és a lelkészlakást pedig az épületen belül máshol alakítanánk ki. Az időskorúak átmeneti gondozó otthonát Nyíregyházán a Besenyei téren a közel 100 éve épített evangélikus kápolna mellett alakították ki. Az intézményre még nem kaptak használatba vételi engedélyt, így meg sem hirdették még az otthon működését, ám már most több érdeklődő jelentkezett elhelyezésre. Idén március 20-áig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványok betétlapjait, mivel 2016. december 31-ével megszűnt az úgynevezett barna őstermelői igazolvány. Erre is felhívták a gazdák figyelmét egy tuzséri fórumon. A megyében élő 42 ezer őstermelőből már csak 2000-en nem teljesítették kötelezettségüket. Nekik ez a hiányosság a járulék fizetéseknél okozhat majd problémát. A 2016-os évben a fagy és viharkártól eltekintve jó évet zárt a megyei mezőgazdaság. Napraforgóból például rekordmennyiség hektáronként 3,2 tonna termett. Úgy tűnik, az őszi vetések is jól sikerültek, és a gazdák a 2017-es évben is elégedettek lennének egy a tavalyihoz hasonló mezőgazdasági jövedelmezőséggel. Ez is elhangzott azon a gazda fórumon, amelyet Tuzséron rendezett a megyei agrárgazdasági kamara és a helyi kertbarát klub. Jövőre, január 18-án 50 éves lesz a klub, és 140 fővel tudjuk ezt megtenni. A gazdáknak nagy segítséget adunk a termesztésben, szakmai, illetve egyéb értékesítésben természetesen a TÉSZ, termesztésben pedig szaktanácsadó irodán keresztül, illetve a klubon keresztül előadássorozat van ilyenkor januártól március végéig, minden héten kedden. Tudják a klubtagjaink, hogy nekik jönni kell, és akkor ilyenkor fejtágítás van. A megyei agrárgazdasági kamara tájékoztatóján elhangzott, tavaly növényvédő gépek felülvizsgálatára és a vízjogi engedélyek megszerzésére kellett a legnagyobb hangsúlyt fordítania a kamarának. 2017-ben pedig egy új szolgáltatás elindítását célozták meg. Az úgynevezett gazda vagy gazdálkodói központok létrehozásával segítenék a gazdákat az adminisztrációs feladataikban. Ha ez a mi reményeink szerint valósulna meg, akkor talán én úgy gondolnám, hogy minden, ahol most is helyszínen vagyunk itt 22 helyen a megyeiben, azokban a központokban megvalósulna ez, úgyhogy lenne egy központ mondjuk a megyeiben, és mindenhol elérhető lenne ez a gazdálkodók részére, ahol egyébként is kapcsolatban állnak a falugazdászainkkal. Ott teljes adatukat, ami rendelkezésre áll, a falugazdász tudomására hoznák, tudná, hogy kinek van állata, kinek van gyümölcsöse, kinek milyen támogatási jogosultságok vannak, és akkor a falugazdász tudná, hogy kinek milyen
jelentési kötelezettsége van. Rácz Imre a fórumon elmondta, az új centrumok segítségével talán elkerülhető lenne az a gyakori probléma, hogy a gazdálkodók későn próbálnak meg jogos igényeket érvényesíteni. A rendezvényen emellett adózási, növénybiztosítási, pályázati tanácsokat kaptak a gazdák, és aktuális információkat az agráradminisztrációs kötelezettségeikről. Több mint 230 védett madarat talált a NAV egy ukrán férfi vezette mikrobuszban Záhonynál. Az ellenőrzéskor szokatlan szag keltette fel a pénzügyörök gyanúját, akik 4 kisméretű ketrecet fedeztek fel a busz hátsó ülései alatt. A csempészetre kialakított ketrecekben mozdulni is alig tudtak az összezsúfolt állatok. A járművezetője a természetvédelmi oltalom alatt álló madarakat, amelyek között tengelic, süvöltő és csonttollú is volt, egy olaszországi étterembe szállította volna eladásra. A mintegy 6 millió forint értékű szállítmányt lefoglalták, értesítették a természetvédelmi hatóságot, valamint természetkárosítás miatt feljelentést tettek a rendőrségen. Idén januárban mintegy 19 ezeren vették igénybe a házi segítségnyújtást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az országban itt a legtöbben. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 2 újabb válogatott játékossal megerősítve fogadja a sereghajtó Kispestet a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1-es tagság meghosszabbításáért harcoló együtteshez hétfőn csatlakozott a Győrből kölcsönbe érkező Tóth Gabriella és a norvég Hanna Ittereng. Mirgai László lett az év edzője, Bogdanovics Igor az év játékosa, a Rakamazi Spartakus pedig az év férfi labdarúgó csapata. Összesen 12 kategóriában díjazták a 2016-os esztendő legjobbjait a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által szervezett rendezvényen. Idén januárban mintegy 19 ezeren vették igénybe a házi segítségnyújtást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az országban itt a legtöbben. 2017-től több változást is bevezettek a szolgáltatásban. Változik például a normatív finanszírozás mértéke és az ápolási idő is. Ezekről tájékoztatták a szakembereket egy nyíregyházi szakmai fórumon. Szakmai konferenciát tartottak a házi segítségnyújtás változásairól a térség szociális intézményeiben dolgozók számára Nyíregyházán. Ez a fajta szolgáltatás azért fontos, mert az elmúlt években megváltoztak az igények az idősebb korosztály tekintetében is. A többség már nem választja a bentlakásos otthonokat. Ezért fejlesztik inkább az alapszolgáltatásokat az intézményi helyett, hangzott el a fórumon. A legutóbbi januári adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy hónap alatt közel 19 ezeren vették igénybe a házi segítségnyújtást, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának főosztályvezetője. Több mint 10-szeres szavazó különbséget látunk, a legkevesebb szolgáltatást nyújtó, legkevesebb ellátottat gondozó megye és a legtöbben gondozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között. Tehát itt ez a megye az, aki maximálisan vezeti a listát, és iszonyatosan nagy számban nyújt segítséget ezzel a szolgáltatási formával. Az egyik legnagyobb változás 2017-től, hogy elkülönül a személyi gondozás és a szociális segítés, valamint a gondozottakra járó normatív finanszírozás is. A személyi gondozás esetében ez 210 ezer forint lett évente személyenként, míg a szociális segítés állami támogatása 25 ezer forint. Ez korábban összesen 145 ezer forint volt évente egy főre. Személyi gondozást azok kapnak, akiknek gondozási szükséglete van, ezt egy külön szempontrendszer szerint mérik, de meghatározza a jogszabály, hogy például a 65 év feletti egyedülállók, a 70 év felettiek, akik olyan lakáskörülmények között élnek, azok, hogyha nincs is gondozási szükséglet, akkor igénybe vehetik az úgynevezett szociális segítést. Ami igazán változás most január 1-től, hogy a finanszírozása megváltozott, tehát az állam jóval nagyobb összeggel támogatja a gondozási feladatoknak az ellátását és a segítését, a szociális segítését pedig egy kisebb mértékben. További változás, hogy a szociális segítésben szakképzettség nélküli munkatársakat is alkalmazhatnak. Ők intézhetik például az idős embereknél a takarítást vagy a bevásárlást, míg a szakképzett munkatársak végzik a személyi gondozást. A napi gondozási szükséglet ideje is megváltozott januártól. Eddig kötelező volt a legalább napi 1, legfeljebb 4 óra házi segítségnyújtás. Most már ez is rugalmasabb.
Az idős ember egy vizsgálaton esik keresztül, egy úgynevezett értékelő adatlapot veszünk föl esetében. A házi orvos és a szociális szolgáltatás vezetője különböző mutatók alapján, különböző vizsgálati szempontok alapján közösen határoz meg egy végleges pontszámot. Ez a pontszám megmutatja azt, hogy milyen szükségletekkel rendelkezik az idős ember, és hogy körülbelül milyen területeken, milyen mélységű segítségre van szüksége. Most az adatlap változásával a szociális szolgálat vezetője és a kliens maga közösen beszélik meg és döntik el, hogy ez napi hány órás ápolást jelent majd, mennyire van szükség. Egyes becslések szerint 2050-re 26%-ra nő majd a 65 évesnél idősebbek aránya hazánkban, ez pedig további kihívásokat jelenthet majd a szociális gondozás terén, hangzott el a konferencián. Két újabb válogatott játékossal megerősítve fogadja a sereghajtó Kispestet a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1-es tagság meghosszabbításáért harcoló együtteshez hétfőn csatlakozott a Győrből kölcsönbe érkező Tóth Gabriella és a norvég Hanna Ittereng. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a kisvárdai sportcsarnokban. Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Dévényi János edző irányításával, gőzerővel készül a Kispest elleni mérkőzésre a kisvárdai csapat. A játékos keretben jelentős változások történtek az elmúlt napokban, távozott Schmid Eszter és a horvát Lea Vukojevic. Helyükre válogatott játékosok érkeztek, a jobb szélső Orbán Adrien már pályára lépett a legutóbbi fordulóban korábbi csapata a Győr ellen, ketten pedig hétfőtől készülnek együtt a többiekkel. Az irányító átlövő Tóth Gabriella és a norvég beálló Hanna Ittereng is igyekszik minél hamarabb beilleszkedni a bennmaradásért harcoló csapatba. Elég magasan kvalifikált játékosok, tehát az ilyen játékosoknál a beilleszkedés is könnyebb és gyorsabban megy, hogyha ilyen magas színvonalú játékosokról van szó. Jól mozogtak, látszik rajtuk, tehát hogy komoly képességeik vannak, nagyon jól fogjuk tudni őket használni a tavasz során, illetve ki tudjuk küszöbölni most már ezt a ugye rendre problémánkat, hogy mostanában a végjátékokról fogytunk el a kezdősorra, amikor elfáradt, akkor ott a végjátékokból többet hibáztunk, hogy tudunk frissíteni. Ugye, illetve Orbán Adrián ugye már Győr ellen játszott, de én már a harmadik hete ez a csapattal, és nagyon nagy erősítés, tehát azon a poszton azért voltak hiányosságaink erőteljesen, mind védekezésben, mind pedig támadásban. A 38-szoros válogatott győri színekben 7-szeres bajnok és kupagyőztes, 2-szeres bajnokok ligája győztes Orbán Adrián szerint új csapata biztosan meghosszabbítja élvonalbeli tagságát. Nagyon intenzív edzések vannak, nagyon sok edzést tart az Eszter, úgyhogy a fizikai állapotban biztos, hogy nem lesz hiány. Úgy gondolom, hogy a taktikában még többet kell gyakorolnunk, mert azért így mi azt, hogy én szélen mondjuk tudom így a dolgokat, de például a Gabinak ugye új dolgok vannak, úgyhogy még azokat be kell gyakorolni, de úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. A válogatottban 8 alkalommal pályára lépő 20 éves Tóth Gabriella a tavaszi szezonra kölcsönbe érkezett Győrből a kisvárdai csapathoz. Volt több komolyabb sérülésem is, és a játékidőmet kicsit emelni kellene, ez Győrben nem volt lehetséges, úgyhogy most jöttünk segíteni a kisvárdának is, és szeretném magamat újra a topra felvinni. A bajnokság 15. fordulójában a tabella 13. helyén álló kisvárdai együttes a mögötte lévő sereghajtó Kispestet fogadja. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. Mirgai László lett az év edzője, Bogdanovics Igor az év játékosa, a Rakamazi Spartacus pedig az év férfi labdarúgó csapata. Összesen 12 kategóriában díjazták a 2016-os esztendő legjobbjait a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatóság által szervezett rendezvényen. Az MLS megyei igazgatósága az év elején egy ünnepség keretében díjazza az előző esztendő legjobb csapatait, játékosait és a sportágért dolgozó segítőket. A keddi rendezvényen Kvaka Árpád igazgató elmondta, hogy sikeres 2016-ra tekinthetnek vissza, mivel nőtt a színvonal mind a nagypályás férfi, mind a női futballban, és Szabolcs-Szatmár Bereg megye válogatottja képviselte Magyarországot az amatőr Európa-bajnoki selejtezőkön. Az ünnepségen 12 kategóriában adták át a legjobbaknak járó díjat.
díjakat. Nagyon fontos kiemelni, hogy azért ezeknél a díjazásoknál és ezekben a kategóriákban azért nem csak egy ember és nem csak egy csapat neve merül fel. Pont említettem az előbb egy kollégámnak, illetve egy díjazottnak, hogy bizony azért ez egy 7-tagú stáb volt, egy bizottsági tagok, akik összeültünk, és több mint másfél órá volt, amikor egyeztettünk, hogy melyik kategóriában ki legyen a győztes, úgy, hogy már egy héttel előtte mindenki megkapta, hogy még 12 kategóriában hirdettünk ma a győztest. Tehát mindenki úgy érkezett erre a megbeszélésre, hogy neki a 12 kategóriába fel volt írva, hogy ő szerinte ki a legjobb, és még így is másfél óra hossza volt, míg eldöntöttük, hogy végül kik legyenek. Tehát a megyei labdarúgásunk van olyan erős, hogy majdnem minden kategóriában 2-3 vagy akár még több jelöltünk is volt, és biztos vagyok benne, hogy jövőre is új arcokat fogunk majd itt köszönteni és díjazni. Az év edzőjének járó elismerést a megyei első osztályban listavezető Balkány trénere Mirgai László kapta. Jól esik, megmondom őszintén. Valószínű, hogy ugye a 42 veretlen sorozatunknak is köszönhető, illetve hát, hogy 6 ponttal vezetjük a bajnokságot. De ez nem csak az én díjam természetesen, hanem a vezetőké, akik megteremtették a feltételeket, és hát a játékosok, akik maximálisan partnerek voltak a munkába. Az év női labdarúgó csapatának a Nyírségen Escit választották a szakemberek. Eddig MB2-be szerepeltünk, az idei évtől nem indultunk, mert egy csoportosra tették az MB2-t, ami azt jelenti, hogy Pécs, Sopron, Veszprém, nagyon-nagyon sokat kellett volna utazni. Fiatal, nagyon fiatal a keretünk, és ezt nem tudtuk volna megoldani, majdnem mindegyik kétnapos lett volna, és ezért egyelőre most visszaléptünk az MB2-től, illetve a MB2-es futszába mentünk, mert az két csoportos lett, és inkább most itt próbáljuk a szárnyunkat bontogatni. A futballistáknak és a csapatoknak járó elismerések mellett átadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg labdarúgásáért díjat is, amit Kárpáti Csaba vehetett át. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Saját erőből mintegy 200 millió forintból fejleszti telephelyét a Mátészalkán működő Hoya szemüveglencse gyártó Magyarország ZRT. A japán tulajdonú cég leányvállalata egy 1200 négyzetméteres kétszintes épületet épít, amelyben raktárak, szociális helyiségek, valamint irodák kapnak majd helyet. Új idősek otthonát adtak át Nyíregyházán. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség átmeneti gondozóházába elsősorban azokat várják majd, akik várólistán sok egy másik bentlakásos intézménynél, vagy a kórházból kikerülve elhelyezésük még nem biztosított. A hiánypótló gondozóházban akár 2 évig is lehetnek az időskorúak. Idén március 20-áig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványok betétlapjait, mivel 2016. december 31-ével megszűnt az úgynevezett barna őstermelői igazolvány. Erre is felhívták a gazdák figyelmét egy tuzséri fórumon. A megyében élő 42 ezer őstermelőből már csak 2000-en nem teljesítették kötelezettségüket. Nekik ez a hiányosság a járulék fizetéseknél okozhat majd problémát. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 1-én. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is böngészék weboldalunkat, ahol további híreket és műsorokat is találhatnak. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál enyhébb, változékony idő. Éjszaka még jobbára száraz, az eddigieknél hűvösebb, majd holnap ismét enyhébb és nedvesebb levegő érkezik fölénk. Az éjjel felszakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnaltól fátyol felhős lesz az ég. Az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször erősen megnövekszik a felhőzet, de kevés napsütés is várható, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjjel hideg, holnap napközben már meleg fronti hatás lesz térségünkben. Változékony tavaszi idő várható a következő napokban is. A hétvégén ismét több napsütésben lesz részünk, és egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Emiatt enyhébbek lesznek az éjszakák, megszűnik az éjszakai fagy, és erősödik a nappali felmelegedés is. A jövő héten viszont több lesz felettünk a felhő, több helyen több alkalommal várható eső, és pár fokkal csökken a hőmérséklet. Ma van a meteorológiai tavasz első napja.